A Széchenyi úti református templomban vasárnap ünnepi hálaadó nyitó istentisztelettel megkezdődött a székesfehérvári református egyházközség jubileumi éve. Az 1824-ben alakult első fehérvári református gyülekezet megalakulásának 200. évfordulója tiszteletére az élő ige évében a teljes esztendőt felölelő programsorozatot szerveznek, amelyben többek között koncertek, történeti kiállítás, előadás sorozatok is szerepelnek. Az ünnepen Imre Bálint mezőföldi esperes ige hirdetésében megerősítette, az egyházközség két évszázada méltó a hithez, amely mindennapjaikat átszövi. Ez egy hatalmas nagy kegyelem az Úristentől minden egyes gyülekezet életében, hogy 200 évet tudhatnak a hátuk mögött. Ez különösen is izgalmas most a mezőföldi egyházmegye életére, meg reformátusságunkra nézve, hiszen 2024 az élő ige éve a református egyházban, és hát ennek egyik sarkalatos erősítője az, hogy 200 éve megtartotta az Úristen ezt a gyülekezetet, ezt a közösséget itt Székesfehérváron. Berza János lelkipásztor visszatekintésében elmondta a Széchenyi úti közösség kiemelt szerepét abban, hogy két évszázada a hittel élők megteremtették a lehetőségét annak, hogy egy virágzó egyházközség alakuljon ki Székesfehérváron. Ez egy ünnep, ez a Székesfehér reformátusságnak az ünnepe. Hogyha ünnepeltet keresünk, akkor nyilvánvaló ezen ez a Széchenyi utcai anyaegyházközség, hiszen innen indult minden 1824-ben. Innen szerveződött a Maroshegyi imaház közössége, és aztán majd később a Budai úti egyházközség alapjai is, mint prédikáló állomás, a Széchenyi utcai anyaegyházközség alapította azt is. Az istentiszteleten Brunner Vilmos református lelkipásztor ünnepi gondolataiban megerősítette, a hitközség jubileumán egész évben gondolnak a székesfehérvári hívőkre. 200 évvel ezelőtt alakult itt a református egyházközség Székesfehérváron, és ez a mai ünnepség is, és egész évben több rendezvényt is szervezünk. Ennek a jegyében telik, hogy Istennek adunk hálát, hogy itt a gyülekezet, református gyülekezet megindulhatott, szolgálhat, élhet, megerősödhetett testben és lélekben. Az év többi napjára szervezett programjainkkal pedig ezt az örömöt, ezt a hálát szeretnék megosztani a várossal is. Az ünnepi alkalmat megtisztelte jelenlétével Cserpalkovics András polgármester is, aki köszöntőjében a gyülekezetté formálódott közösség veretes múltját, a mindennapokhoz szervesen kapcsolódó jelenét és azt a jövőképet emelte ki, ami jelentősen meghatározza a városunk mindennapjait. Az ünnepség sorozat keretében ebben a hónapban még két alkalommal, január 14-én és 27-én rendeznek koncertet. Jövő héten vasárnap a Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium fólistái, tanárok és tanítványok együtt lépnek fel 16 órától a Budai úti templomban. A hónap utolsó szombatján szintén ezen a helyszínen ad hangversenyt az Orfeó zenekar és a Pörszel kórus. A 19 órakor kezdődő eseményen Bach hámolmiséje hangzik fel Markus Krietz vezényletével.